Hát Vadrusz Jánosnak ezt a szobrát úgy tartják egyébként számon, mint a világ eddig elkészült három lovas szobra közül az egyik. A három legjobb, tehát legmagasabb szintre hát értékelt szobrának. Akkor már elmondanám a másik kettőt is, hogy azért tudjuk, hogy milyen hármasságban szerepel. Úgy első helyre általában a Gattamelát, a zsoldos vezérnek, a foltos macska, a zsoldos vezérnek a szobrát szokták, ez Padovában áll, a alkotója pedig Donatello, tehát a Michelangelo előtti reneszánsz szobrászat legnagyobb alakja. Miután helyszínen is néztük, fényképeztük, tehát azt kell mondjam, hogy elég jó ízlése volt azoknak, akik első helyre tették. A másodikat szintén sikerült eredetiben nézni, ez Péter várott Nagy Péternek a szobra, Nagy Péter lovas szobra, itt a lovas szobrok között történt ez a rangsorolás. Ott egy ilyen sziklából kialakított hullámtaraj, az, amelyik ezt az ágaskodó lovas szobrot viseli, mint alapzat, és hát ez arra utalna, hogy ő megfékezte ott a hullámokat, tehát tulajdonképpen Nagy Péter alakította ki Pétervárat, egy gyakorlatilag egy tengerparti, hát hullámverte parti sávból. És végül a harmadiknak ugyan, de ezek gyakorlatilag egyenértékűnek vannak beállítva, az a Kolari Mátyás szobor, Vadrusz János alkotása. Na most az eredeti szobrot, aki látta, az tudja, hogy mellékalakjai is vannak. Hát ezek négy hadvezére van, ezek közül a legismertebb Kinizsi Pál, hát őről a biztosan beszélt Szántay Lajos, hiszen nem, egyszer, azért nem lehet kihagyni, mert hát Szántay Lajos tudjuk a pálosokkal is foglalkozott. Na most a Nagyvázsonyban a Kinizsi birtokon belül az egyik legfontosabb pálos központ volt, tehát ezért ő általában keresi az alkalmat arra, hogy beszélhessen. Már Kinizsi kapcsán is. A másik, az pedig Kinizsi Pálnak az apósa. Ő pedig Magyar Balázs. Tehát ő az ő lánya Magyar Benigna volt a Kinizsi Pálnak a felesége. Mind a kettő nagyon kiváló hadvezér volt. A másik oldalán pedig a lovasszobornak ott hát, Zápolya István, aki a nyugati hadjáratokban, tehát a harmadik Frigyes elleni hadjáratokban volt meghatározóan fontos vezérszemélyiség. Egyébként őről még valószínűleg hallani fogunk ma, de éppen nem pozitív módon, mert azért ő Mátyás élete végén már nem volt abszolút pozitív szereplője a történelmünknek. Mindenesetre az ő fia volt az a Zápolya János, aki aztán jóval később az hát utolsó magyar király, de már bizony fél király volt, és asszony király, hogy a kortársakat is idézzem. Tehát nem volt igazán férfias jelenség a trónon. A Katalin királynak is nevezték egyébként. A negyedik pedig, mindjárt mondom a nevét, ki volt, a Jabátor István természetesen, akivel kenyérmezőn, ugye, Kinizsi Pál azt a bizonyos nagy és komoly és sorsdöntő győzelmet kivívta.